Jó estét kívánok, Szántó István vagyok, Miskolcról. Valamikor az Észak-Magyarország főszerkesztő helyettese voltam. 2017. november 6-án, úgy 2 óra tájig. Elmondanám, hogy ma azt hittem, hogy egy áttörés lesz az ügyemben a Miskolci törvényszéken. Dr. Páricsiné, dr. Nagy Ágnes bírói tanácselnök és egy hölgy, meg egy másik bíró nem mutatkoztak be. Úgy döntöttek, hogy a megtámadásom ügyében felbújtott 2 tanú valójában a törvényes kötelezettségét teljesítette akkor, amikor hamisan rágalmazott. Kedves nézőim, gondoltam, hogy egy beszélgetés formájába fogom elmondani mindezt, és így fogom megosztani önökkel, de kiderült, hogy nincs olyan tökös kolléga, aki engem megszólaltatna ebbe az ügyben, mindenki parázik, és nem meri rákérdezni az igazságra, hogy miért történt, és hogy lehet az, hogy Magyarországon bárkit, bármikor egyszerűen meg lehet rágalmazni, meg lehet nyomorítani egy életre úgy, hogy szerzek 2 hamis tanút, akik majd rád fogják, hogy te egy pisztolyt rántottál és az egyenruhásokra tartottad. Az esetemben a következő történt, miután a posta előtt a 2017. november 6-ai közúti intézkedés során a felvétel megmaradt a földszinti mélygarázs kamerája rögzítette. Úgy gondoltam, hogy nekem különösebb tartanivalóm nincsen, hiszen hogyha ott van a garázsnak a felvétele, akkor az elegendő bizonyíték lesz arra, hogy valójában én teljesen passzív voltam, a verbális szócsatán kívül valójában semmit nem tettem, általában 68 éves korban az ember nem megy neki egy ilyen 140 kilós rendésznek, aki egyébként már hasonló bűncselekmények okán, tudomásom szerint börtönben van. A történtek után, amikor kirángattak a kocsiból, kezemet hátra bilincselték, földre nyomtak, hátamon térdelve, kitépték a zsebemből a gázpisztolyt, akkor még nem gondoltam, hogy ez az ügy idáig fajul, hogy 2017 után, még 6 évvel, még mindig, emiatt kell a bíróságra járkálnom, és hiába keresem az igazamat. Időközben ugyanis bebizonyosodott, hogy a egyik tanú, akinek a fényképét megtalált a szántógráfon, Petróci Attila, állítólag postás és futballbíró, ő önként jelentkezett tanúnak, hogy ő látta, hogy miközben a kezeimet lefogták, akkor még mindig a pisztolyt vettem elő, de hogy ez hogyan lehetett, és melyik végtagommal, arra már nem tudott magyarázat adni. Lényeg az, hogy az ügyvédem kérésére az úriembernek a vallomását videóra vettük, bemutattuk a törvényszéken, illetve a Miskolci járásbíróságon, de ott a második bírónő nem volt hajlandó megtekinteni, megzavarta volna őt a prekoncepciónak a rendőrségi prekoncepció megvalósításában, így őt egyáltalán nem érdekelte, megrendelte a projektort minden tárgyalásra, és mégsem volt hajlandó megnézni ezeket. Hát megértettem, mert itt akkor lábadozott a Covid-ból, tehát nem volt neki, hogy mondjam, energiája, ereje ezzel magát fárasztani. A törvényszéken viszont megnézték ezt a videót, és a törvényszéken azonnal kizárták ezt a hamis tanút. Még egyszer mondom, aki ismeri, aki tudja, próbálná meg vele beszélni, hogy szálljon magába,
Gondoljon a családjára, hogy bármikor vele is megtörténhet hasonló tragédia, és jelentkezzen önként a rendőrség, az ügyészség, és mondja el azt, hogy hazudott, őt felbérelte a rendészet, őt felkérte erre a piszkos, mocskos misszióra. Egyébként ezt megállapította a törvényszék, hazudott, kizárták. Na most ilyenkor az ember elvárná, hogy egy rendes bíróság úgy dönt, hogy ha hamisan tanúsodik az illető, akkor rögtön meg is gyanúsítják, és vádat emelnek ellene, vagy nyomozást rendelnek ellene. Na most esetében az történt, hogy a bíróság, ugye Szalamadi döntés hozott, hogy az illető azért volt zavarodott, azért mesélte el a történetet, amit látott, illetve amit nem látott hétféleképpen, mert ő az időmúlás okán, tehát magyarul kimentették. Na most ezt kell elképzelni, hogy a történt 2017 novemberében, és abban a hónapban még megtörtént az úgynevezett szembesítés, videószembesítés, akkor milyen időmúlásról beszél a bíróság? Hát most, ha most kéne vallomást tenni, akkor azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, 6 évtel már nem úgy emlékezik az ember a dolgokra, mint ahogyan megtörtént. Na most, ma volt egy bírósági tárgyalás, ahol a rágalmazókat feljelentettem, természetesen nem jelentek meg egyik sem, se a másik hamis tanú, a Soltész Edina se jelent meg, mert értesítést kaptak, és állítólag az értesítés az csak olyan kamu a bíróság részéről, ha akarok, megjelenek, ha akarok, nem jelenek meg. Én például már kíváncságból is megjelentem volna, hogyha kapok egy értesítést a bíróságról, hogy mivel rágalmaztak meg. Hát a Soltész Mónika és a társa, a már bizonyítottan hamis tanú, a hazudozó, egyikőjük sem jelent meg a bíróságon. De a bíróságra nem jutott eszébe, hogy idézést küldjön, mert ha idézés van, és nem akkor nem jelent meg, akkor elő is vezetik őket. Na most ez mit jelent? Hogy a bíróság, a törvényszék eleve eldöntötte magába, csak ugye kellett egy ilyen paródiát rendezni a kedvemért, mert tudják, hogy úgyse hagyom annyiba, hogy megrendezik ott a tárgyalás harmadszorra, miután már kétszer elnapolták, és majd eljátszák a bírósági tárgyalást, meghallgattak csöndben, nem tettek fel kérdéseket, semmit az ég egy világon. Utána a 10 perc gondolkodás után behívtak, és közölték velem, hogy hát ugye a hamis tanúzás, illetve a tanúskodás önmagában törvényi kötelezettség, tehát köteles mindenki tanúskodni, ha tud valamit, és ezért nem büntethetők meg a hamis tanúk. Most tessék elgondolkodni ezen, hogy egy bíróság ezt írásba adta Magyarországon, hogy a tanúskodás törvényes kötelezettség. És ezen az alapon nem lehet őket feljelenteni, nem lehet felelősségre vonni, tulajdonképpen semmit sem tehetek, bele kellene törődnöm az ítéletbe, hogyha olyan lennék. Megjegyzem, a Soltész Edina esetében egy nagyon különleges dolog történt. Ott a képet megtaláltok egyébként az oldalamon. Ez a Soltész Edina valójában az igazat mondta a tárgyaláson, majdnem az igazat mondta. És ő elmondta, hogy ő arra járt, nem mert oda nézni, és azt is elmondta, hogy másnap, mikor a fiúk, mert ő így mondta, a tárgyaláson, illetve bocsánat, a trafikjában, ott a Nemzeti Színházzal szemközt trafikban dolgozott, bejöttek, ő megkérdezte, hogy arra járt, és mi történt. És a fiúk elmesélték neki, és rávették, hogy jöjjön el tanúskodni. Hát eljött tanúskodni, és a következőket mondotta. Persze ez írásban van, rögzítve van, ugyanis a helyszíni bizonyítás tárgyalásra, videós felvételre nem mert eljönni, mert fél tőlem. Hát retteltes egy alak lehetek, így külsőre is,
és azt mondta, hogy látott engemet, most tessék figyelni, egy hosszú, világos, fehér, klasszikus, ez így mondta szó szerint, kalambó kabátban, és falmenadrág volt rajtam, és a falzsebemből előrántottam a pisztolyt úgy, hogy jobb kézzel, nagyon látványosan érte, félre rántottam a hosszú balonkabátomat. Most életemben nem volt egyébként kalambó kabátom, és a rabosított képem ráadásul éppen ott volt a bírónő előtt, az ügyésznő előtt, és a bírós a rendőrségen is. Ennek ellenére csontig benyelték egyébként ezt a mesét, és azt is elhitték neki, de ugyanis meg volt beszélve, mindenki azt mondja, hogy lefogták a felkarjaimat, hogy az intézkedés elől ne tudjak elmenni, beülni a kocsiba, hiába mondtam, hogy már nem jól vagyok, és bevenném a gyógyszereimet, nem engedték. De őt, miközben fogják a felkarjaimat, testre két felkarmat felfogják, és én valamivel előrántom a pisztolyt. De senkinek a bíróságon, az ügyésznek, most a ügyvédemet nem akarom bántani, nem tűnt fel ez a mondat, hogy ezt hogy lehet ezt eljátszani. Senkinek nem volt tétsége ez iránt. Na most jön egy másik érdekes dolog, ugye türelmes az ember, ebben a korban, ilyen fiatalon, még türelemmel kivártam az ítélet hirdetést. Nem mertem utána járni, hogy ki lehet ez a Soltész Edina, ez a trafikos eladó nő, aki ennyire haragszik rám, hogy képes volt egy ilyen ocsmány aljas hazugságra. Mikor letelt megtörtént az ítélkezés, akkor megkerestem a közösségi oldalán, nem reagált, után kiderítettem az első közös ismerősünket, aki nem más, mint egy régi volt barátom, mondom a nevét, ha tudnak, beszéljenek vele, Kisvárkonyi Csaba, miskolci angol tanár, aki rögtön, szinte kérés nélkül magnóra elmondta nekem, a magnó felvétel már föl van téve egyébként az interneten hallható, és a következőket mondja nekem. Tudott róla, akkor 5 éve elteltével, tehát az első pillanattól tudott róla, együtt jártak arra, mindössze 15 másodpercig, és mire odaért az élettársával, a Soltész Edinával, már csak annyit látott, hogy a földön fekszem, és a hátamon térdelnek. Na most ezek után a rendőrség, Tóth Vittó alezredes úr megtette azt a gesztust, ez volt az egyetlen, amit megtett, hogy berendelte, és megkérdezte, megidézte, vagy idézést küldött neki, és itt nagyon korrekt módon a rendőrségen Kisvárkony Csaba elmondta, hogy valóban, mire odaértek, már csak ezt a dulakodást látták. Na most egy normális helyzetben egy nyomozó ilyenkor végig gondolja. Hogy lehet az, hogyha együtt mentek oda, akkor az élettársa végig látott egy intézkedést, és össze-vissza hazudozhat, miközben a párja elmondja, hogy valójában mire ők már odaértek, már vége volt az intézkedésnek magyarul, ott feküdtek a hátamon, ott ugráltak, beverték a fejemet a küszöbbe, hogy nem mondjam, hogy miket csináltak, hiszen ezek egy olyan köztörvényes bűnöző csoport, tudni kell a miskolci rendészek egy részéről, hogy a gumibotjukat szöges dróttal tekerték be, hogy a hajléktalokat jobban tudják ütni. Most itt akár pontot is tehetnék az ügyre, lényeg az, hogy a nyomozás ideig eljutott a megyei kaptárság vizsgálati osztályán, de a szembesítés máig 6 hónap elteltével sem történt meg. Egyszerűen negligálják, hallgatnak róla. Legközelebb majd azt szeretném elmondani, hogyha érdekli önöket, hogy minek köszönhető a velem szembeni különleges eljárás, hogy egyszerűen nem akarnak meghallgatni, nem akarják tudomásul venni, hogy valaki 68 éves korában nem hadonászik semmilyen fegyverrel, nem próbál verekedni, hőzöngeni, hőbörögni, neki menni a miskolci egyenruhásoknak. Na most tudni kell, hogy itt elterjedt a városba egy olyan téves legenda, hogy én parkoltam.
Rossz helyen parkoltam. Hangsúlyozom, nem parkoltam, járó motorral félreálltam, félkerékkel majdnem a járdára. A felfestett udvarkörlet jele párhuzamosan egy olyan helyen, ahol nyugodtan megállhattam. Tehát mindvégig majdnem a kocsiba ültem, ők rángattak ki először, és utána ők nem engedtek visszaülni a kocsiba, a két rendész, akik úgy gondolták, hogy ha megfenyegetnek, meg megpróbálnak egy vén öreg nyugdíjassal kekeckedni, inzultálni, akkor majd én rögtön elintézem okosba, hogyha engem megfenyegetnek, hogy ezért 10 000 forintot kellene fizetnem. Majd nem kerül elő a feljelentőlap, nem kerül elő a semmilyen papír nem kerül elő, sőt a mai napig nem jelentettek fel, viszont 3 hónap múlva felülvizsgáltatta a Miskolci Városi Kaptárság közlekedés osztályvezetője az egész ügyet, hogy ott mi a forgalmi státusz a posta előtti járdán, és a következőt állapította meg, hogy félreérthető, megtévesztő, kiküldte a Flórius hadnagynőt, akinek fogalma se volt egyébként, mi a dolga, de ennek ellenére becsületesen beszámoltat a történtekről, hogy még a vizsgálatot tartott, az idő alatt is legalább 7-en parkoltak ott, oda megálltak a posta előtt. A jegyző úr nagyon helyesen, most már főispán, 3 hónapon belül elrendelte oda a korlátok kihelyezését, hogy a rendészek ne tudjanak ott zsebre dolgozni. Na most felmerül a kérdés, hogy mi volt a cél? A rendészek bevédése, vagy engem tönkretétele, hogy az állásomból kirúghassanak. Mi volt az oka ennek? Ki volt az a fontos ember, aki így döntött, aki képes volt ezt kierőszakolni abban az időben, 2017-ben és a következő ciklus, önkormányzati ciklus idején. Na most ezzel kapcsolatban van egy fontos bejelentésem, amit egyszerűen nem akar, hogy mondjam, írásos nyoma maradni sehol se, se az ügyészségen, se a bíróságon. Mindent elhallgatják, de nem is hallanák, úgy csinálnak. Uraim, hölgyeim, a történtek harmadnapján találkoztam Tresza János, Miskolci, nyugam, nem Miskolci, nem tudom, hol lakik. Így látásból ismertem, és megállított ez a nyugalmazott rendőr, és azt mondta, hogy Pistám, nagy szarban vagy. Szó szerint megvan a hangfelvétel, hogy akkor is a nyakamba volt ez a bizonyos hangrögzítő, mint egyébként ez a pendrive. És azt mondta, hogy eljön tanúskodni, mert ő ott volt azon a judó edzésen, ahol egy nagyon fontos ember utasította az akkori kapitányságvezetőt a rendészek bevédésére. Na most miért tette ezt? Megkérdeztem akkor a kapitányságvezetőt, a következő fogadóóráján két alkalommal is fogadott, hogy valóban így történt-e, és nem tiltakozott, nem mondta, hogy ez nem hangzott el, hanem próbálta elbagatellizálni az ügyet, majd a titkárságon is még utána kiabált, hogy ő semmilyen felsőbb utasítása nem hajlandó eltérni a tisztességes rendőri eljárástól. Itt tartunk most. Később két fontos ember Miskolcról ugyancsak megtette, hogy megkérdezték a kaptárság vezetőt ebben az ügyben. És nekik is megerősítette ugyanezt, hogy neki nem ez volt a szándéka. Csak most már akkor döntse el valaki, hogy akkor mit akartak. Akasztást, felnégyelést. Mert jelenleg ott tartunk, hogy életem hátralévő részét ezek az emberek, ezek a hazug, aljas, rágalmazók és hivatali hatalmukkal visszalövő emberek megnyomorítottak. Nagyon szépen kérek mindenkit, akár aláírásával, akár bármilyen módon támogassanak, segítsenek, terjesszék ezt a videót, ezt a felvételt,
Minden mondatomért büntetőjogi felelősséget vállalok, mind ahogy jeleztem a kapitányságon is már 15 alkalommal, hogy bármikor hajlandó vagyok egy hazugságvizsgáltal levetni magamat. Egyébként meg az ügyben még sok egyéb más érdekes dolgot is tudnék mondani, például hogyan lesz egy vakemberből szemtanú, mert ilyen is volt. Hát jó éjszakát, és üzenem egyébként a Petróci Attilának, meg ennek a jóasszonynak, ennek a Szende Szőkének, hogy megint megsegítette őket a Jóisten, mert a rágalmazás vétsége alól simán felmentették a törvényszéken. Sőt, lehet, hogy még kitüntetést is fognak kapni, mert megmondta a bírónő, hogy a tanúskodás törvényes kötelezettség. Tehát lehet, hogy ez a jogi kategória, mint hamis tanú, hamarosan ki is kerül a jogi kategóriák közül. Jó éjszakát mindenkinek. És nyugalom, az igazság győzni fog. Az igazság odaát van, de valamikor átjön ide is. Hol kell elzárni?